Mintegy 1,3 milliárd forintból újult meg a nyírbátori Bátori István katolikus általános iskola, gimnázium és szakgimnázium, valamint 700 millió forintból korszerűsödött és bővült a Geszterédi Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola. A megújult intézményeket vasárnap adták át. A tanévnyitókon Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta az egyházi intézmények fontosságát. A Geszterédi Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola 2016. szeptember 1-től került egyházi fenntartás alá. Az intézmény felújítását rá egy évre, 2017. szeptemberében kezdték el. Az oktatás mellett mindössze egy év alatt sikerült befejezni a korszerűsítést és bővítést. Ezt leginkább az indokolta, hogy egyre több diák tanul az intézményben. Jelenleg az iskolai diákok létszáma 170, az óvodai pedig 60. A település eddigi legnagyobb beruházása fejeződött be az oktatási intézmény felújításával, amelyet a magyar kormány és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye támogatott. A régi 1956-ban épült épületszárny teljes újjáépítése, korszerűsítése, napelemmel való ellátása történt meg, hőszigetelése. Másodszorban pedig egy teljesen új épületszárny épült, 8 új tanteremmel, aulával, ebédlővel, orvosi szobával felszerelve, és természetesen kiegészítő szobákkal is, például nyelvi labor, számítástechnikai labor épültek meg ebből a projektből. Ez körülbelül 700 millió forint összegben épült meg. Elmondható, hogy a településen ilyen nagy méretű beruházás még nem volt, és nem csak az iskola, hanem az egész település büszke erre az építkezésre, ami lényegében egy év alatt megvalósult itt az intézményünkben. Hála Istennek a létszámunk egyre bővül, a bővítést és felújítást az is indokolta, hogy folyamatosan érkeznek az intézményünkbe a környező településekről is diákok. 170 diák tanul az iskolában, és 60 gyerekünk van az óvodában. Ebből körülbelül 50 diák az, aki a szomszéd településekről érkezik hozzánk. Saját autóbuszunk van, ezzel szállítjuk. Tehát a fejlesztést, beruházást az is indokolta, hogy a létszám folyamatosan emelkedik, és ez a tendencia továbbiakban is folytatódik. Valami szerencsés helyzet még az is, hogy egyre többen kerülnek, költöznek be a településre, más településekről, városokról jönnek, szívesen választják ezt a települést, nyugodt település ez, és közel megközelíthető Debrecen Nyíregyháza, és ezért választják, valamint az iskola színvonala is egyre jobban erősödik. Nagyon sok lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. A tehetséggondozás, a felzárkóztatás, ez a legfontosabb. Az a fő célunk, hogy minél több gyerek 8. osztályra nyelvvizsgával rendelkezzen, valamint az ECDL vizsgát is meg tudja szerezni. Ennek érdekében kis csoportokban fejlesztjük őket, hogy 8. osztályra ezekkel a képességeknek a birtokába legyenek. Úszásoktatást szervezünk folyamatosan, visszük a gyerekeket közeli nyíradonyba. A nyelvoktatásban nem csak az angolt, hanem a német nyelvet is fejlesztjük, tehát már első osztályból lehetőség van a gyerekeknek, hogy két nyelvet tanuljanak. Nagyon fejlett nálunk a művészeti oktatás, zongora, furulya, gitár, ezek a legfontosabb szakok, amelyek indultak, illetve nagy hagyománya van a néptánc csoportnak is. Elsőtől 5. osztályig minden gyerek részt vesz a néptánc csoport munkájában, és ez nem csak az iskolának egy színfoltja, hanem az egész településnek. Az a célunk, hogy ez a település egy olyan település legyen, egy olyan iskola legyen, hogy az iskola a településnek a szellemi központja váljon, egy olyan biztonságos hely legyen, ahol a gyerek jól érzi magát, a szülők pedig szívesen hozzák ide ebbe az intézménybe a gyereküket. Tényleg nagy öröm az is, hogy egy kisebb település is, nem csak egy nagyobb város, mint Nyírbátor, vagy holnap egyébként Debrecen gazdagodhatott iskolafejlesztésekkel, illetve bővülésekkel, hanem egy kisebb település, így Geszteréd is. És mindenképp öröm az, hogy ott is egyébként fejlődik és bővül az iskola, mindamellett pedig a lelki hátteret is én azt gondolom, hogy erősítetni szerette volna az iskola vezetése, hiszen egy nagyon szép Szent Anna kutat is át fogunk adni, ami mindenképp azt mutatja, hogy az iskolának a védőszentje az ott lesz a központi helyen a fiatalok életében. És hogyha
csak abból a szempontból nézzük, hogy ez kultúrára nevel, értékre neveli a gyerekeket, már megérte. De hogyha ezt persze tudják úgy is tekinteni, hogy igenis ez az iskolának az egyik központi helyszíne lesz, akkor mindenképp egy örömteli esemény lesz ez a délutáni ünnep is, és az egész év is, amiben nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a magyar kormány, a magyar embereknek a többsége a támogatással a feltételeket tudja biztosítani. Az, hogy mindebből a gyermekeink számára a legtöbbet tudjuk átadni, ahhoz szükségesek a pedagógusoknak, az egyházaknak a hihetetlen nagy küzdelme, szükséges a szülőknek is az az együttműködése, ami nélkül nem tud a pedagógus nevelni, nem tud az iskola nevelni, és talán ezzel lesz teljessé az a gondolat és az a tervünk, hogy igenis az iskola ne csak tudást, hanem nevelést is adjon át a gyermekeinknek, hazának, nemzetnek, egész európai közösségnek. Nyírbátorban is rendhagyó volt az idei tanévnyitó ünnepség. A Bátori István Katolikus Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium egy új épületrésszel bővült. Az 1,3 milliárd forintos beruházás szintén a kormány és az egyházmegye támogatásából valósulhatott meg. Itt 9 tanterem, 1 tornaterem, illetve egy konyha és hozzátartozó ebédlő épülhetett meg az elmúlt egy év alatt. A nyírbátori iskolában főleg a testnevelés és a nyelvoktatás a kiemelkedő területek. Az intézményben 480 diák tanul. A korszerűsítésre és bővítésre már évek óta várt az iskola. Az igény az már megfogalmazódott 2014-ben, hiszen indítottunk egy általános iskolai osztályt, ami testnevelés tagozatos volt. Kormánydöntés volt az a mindennapi testnevelés, nem voltak meg a feltételek, illetve ami a legnagyobb hiányosságunk volt, hogy az 500 gyereknek nem volt ebédelési lehetősége, tehát hatalmas űrt tudtunk ezzel betönni, hogy megépült ez az építkezés. 480 gyerekünk van összesen, általános iskolába érkezik 32 diák, és 53 diák érkezik 9. évfolyamra. Éves szinten 70-80 között van azoknak a diákoknak a száma, akik középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, illetve a testnevelés szintén kiemelkedő terület, országos nemzetközi eredményekkel rendelkeznek a diákjaink. A nyírbátori intézmény átadó ünnepségén a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt időszakban több milliárd forint értékű intézményi felújítások valósultak meg Nyírbátorban és környékén. 36 intézmény, 7,5 milliárd forint értékű állami támogatást kap, illetve kapott az elmúlt időszakban. Ebből 22 iskola, 9 bölcsőde és 7 óvodai köznevelési intézmény. Ilyen mértékű fejlesztés a rendszerváltás óta nem volt a választókerületben, ugye ami 33 települést számlál, ilyen formán Isten igazából minden település érintett valamelyik közoktatási, köznevelési intézmény fejlesztésével. Az egyházi iskolába járó diákok száma ettől a tanévtől már meghaladja a 210 ezer főt, közölte az egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár a Szabolcs megyei településen. Ezek az intézmények erősítik a kereszténység 1000 éves gyökerét, illetve erkölcsi tartást és nevelést adnak a fiatal korosztálynak, tette hozzá Soltész Miklós. Ez hatalmas nagy változás, hogyha belegondolunk abba, hogy 1947-48-ban, leginkább 48-ban, amikor elvették az egyházainktól az iskolákat, és katolikusoknak maradt 8 iskolájuk, református testvéreknek 1, és a zsidó felekezetnek is szintén 1. Ehhez képest hihetetlen nagy változás 1990 óta, ami megtörtént. És hát a legnagyobb ugrás egyébként 2010 óta tapasztalható, megduplázódott 2010 óta napjainkig az egyházi iskolákba járó, illetve óvodákba járó gyerekeknek, diákoknak a száma. Ami még fontos talán, hogy ezek közül, az iskolák közül a nyilván nagy többségben a katolikus iskolák vannak, közel 120 ezer gyermek jár katolikus iskolákban, és hát azt kell mondanunk, hogy az üzenete az egyházi iskoláknak az egyrészt az az, hogy sosem másik ellenében, hanem sokkal inkább kiegészítve akár az állami, akár az önkormányzati oktatás nevelést, de talán annyiban többet adva teszi meg mindazt, amit tesznek, hogy mégiscsak a krisztusi tanítást, az egyházi tanítást, vagy az egyházaknak a követését is
és tanítását is az iskolának a nevelési programjában benne vannak. Most azt látjuk itt egyébként Nyírbátorban, hogy egy hatalmas nagy fejlesztést hajtott végre Debrecen Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye, és hát csodálatos az, hogy mind az elképzelt tervek, mind a kormány, az egyházmegye, a képviselőink, az itteni településvezetőknek a támogatásával, azok a munkás emberek, mérnökök, szakemberek, akik egy év alatt megvalósították mindezt, azok átadták ezt, és átadhattuk közösen gyermekeknek ezt az intézményt, tornateremmel, étteremmel, étkezővel, tényleg fantasztikus, óriási nagy öröm. Az is egy teljesen egyértelmű, és nem csak gondolom, látom is, hogy óriási nagy igény van az egyházi iskolák iránt. Legnagyobb mértékben a katolikus, utána református, evangélikus és más felekezetekhez tartozó, de akár zsidó felekezeti iskolák irányában is nagyon nagy a jelentkezés, a túljelentkezés sok helyen, és ezért teljesen természetes az, hogy ahol igénylik az egyházaink vezetői, illetve ahol igénylik a szülők, pedagógusok, a teljes természetességgel átadjuk az iskolákat, állami iskolákat egyházi fenntartásba. Még sok-sok iskola jelentkezett, sok-sok település jelentkezett, most is ebben az évben is, de a következő évben is látjuk ezt a folyamatot. De nagyon fontos azt tudni, hogy mindezek az iskolák nyilván erősítik azt az 1000 éves gyökeret, ami a kereszténységünkben benne van. Nyilván erősítik a hit irányában a fiatalokat, de senkit nem ráerőltetve arra, hogy most keresztényi hívővé váljon, de másik oldalról mégiscsak azt az erkölcsi tartást, azt az erkölcsi erőt, közösséget teremtve adják át a fiataloknak a nevelést, amire óriási nagy szükség van. És hogyha belegondolunk a mai világban, hogy mekkora értékválságban Európa nyugati felén, mekkora értékválságban abban a tekintetben, hogy sokan nem találják a gyökereiket, nem akarják elismerni, hogy 1000 éves kereszténységünk itt Magyarországon, 2000 éves kereszténységünk Európában mekkora nagy érték, bizony őnekik nagyon nehéz az életük. És én azt gondolom és hiszem is, hogy azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik ilyen iskolákban nevelkednek, azok kapnak egy tartást, kapnak adott esetben hitet is, és kapnak egy olyan erkölcsi nevelést, amire nagyon nagy szüksége van a nemzetnek is, egész magyar közösségünknek, de hiszem azt, hogy Európának is. A 2018-2019-es tanévet 1.250.000 általános és középiskolás diák kezdte el hétfőn. A tanítási év hosszában nincs változás. Az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én pénteken lesz. Olvasható az eduline.hu oldalon.